Jó napot kívánok, szervusztok! Ez itt az Index Podcastja kibeszélő. Mai vendégünk azon megfontolásból, hogy a kispártokat mutatjuk be a választás kapcsán, amely ugye kevesebb, mint tíz nap múlva lesz. A megoldás mozgalom digitális alelnöke Huszár Viktor. Jó napot kívánok! Üdvözlöm. Azért jó, hogy önnel beszélgetek, mert kicsit beszélhetünk politikáról, Beszélhetünk a digitális programjáról a megoldás mozgalomnak, amely egyébként elég erős. Ide kötöm persze az Elforint rendszert, amely egy érdekes színfolt, amely a pártépítésnek is lehet eszköze. És hát beszélhetünk arról, hogy ön egyébként a Nemzeti Választási Bizottságnál volt, mint a párt által delegált szakértő, ugye azt ellenőrizni, hogy a választási informatika hogy is áll, a beszélgetés utolsó részében erre is térjünk ki. De először arról, hogy a megoldás mozgalom hogy jelent meg a pártpalettel. Ugye az önök kritikusai azt mondják, hogy az elég furcsa, bármit is képviseljenek szabad elműség, és hogy is mondjam, Magyarország modernizálása terén, hogy egy nagy megmérettetést kihagytak, ami az ellenzéki előválasztás. Hogy válaszolna ezeknek a kritikusoknak, hogy ez miért történt így? Sokszor megkapjuk ezt meg. Igazából Rengetegszer hallom ezt, hogy akkor ez a Fidesznek kedvez, meg mi... A direkt... kérdésemben ezt nem exponáltam. Igen, de én, én, szeretek ezekbe direkt belemenni. Tehát, Nagyon helyes. Igen, tehát alapvetően a megoldás mozgalom egy civil és független kezdeményezés, és azt gondolom, hogy láttunk arra példát, akár Zelenszky elnök úr Ukrajnában, vagy december 31-én Felállt, három-négy hónappal később ő lett Ukrajna elnöke. Tehát az a fajta kezdeményezés, hogy a jelen magyar választási rendszerben egy független országgyűlési képviselő van, és olyan független civil emberek nem tudják az érdeküket érvényesíteni, mint amilyenek mi is vagyunk, ez, a, ez rákényszerít minket arra, hogy mozgalomba szerveződjünk. Hogy miért kvázi ö, három hónap alatt ö, jelentünk meg és raktunk össze, 90 napos volt tegnap a mozgalmunk egy ilyen ö, pártot. Hát nekünk ennyi idő is elég volt arról, hogy egy országos pártot építsünk. Én értem, hogy ö, mi ö, elveszünk szavazatokat innen, onnan, amonnan. El szoktuk mondani, mi azokat szeretnénk megszólítani, akik nem mennének szavazni. Tehát az, amikor azt mondjuk, hogy egy a két millióból, akkor olyan emberekre gondolunk, mint amilyenek mi magunk is vagyunk, mert a Fidesz vagy nem Fidesz Kérdés helyett mi azt tettük fel, hogy Fidesz vagy ki. És erre az volt a válaszunk, hogy mi tiszta szívvel senkire nem tudnánk voksolni, nem mennénk el szavazni. Viszont abba hiszünk, hogy az emberek menjenek el voksolni. Erre most van egy alternatíva, kvázi aki bizonytalan, aki, aki még gondolkodik, az is menjen szavazzon az összefogásra, többször elmondtuk. De aki nem tud tiszta szívvel elmenni szavazni, annak van egy alternatívája, ezek vagyunk mi. A Fidesz vagy ki kérdésre az előválasztás, ez nem válaszolt egyébként? Hát akkor miért jelentünk volna meg? Nekünk nem válaszolt. Nem akarok senkit sem minősíteni, se bántani. Egyszerűen mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon hét jó barátnak is nagy kihívás lenne, hogy... Megegyezzen arról, hogy most mentes vizet vagy bubis vizet ígyunk. És egyszerűen ez így nehézkes. Ennyit, ennyit tudok mondani erről, de nem akarok minősíteni senkit. A mi dolgunk az, hogy hogyan változtatunk a közbeszéden, hogyan hozzuk vissza a közbizalmat. Mi nem ez a fröccsögő, sárdobáló csapat vagyunk, mi csak az építésben gondolkodunk, csak a pozitív gondolatokban. Az újságíró kollégák meg tudják erősíteni talán azt a, azt a, hát hogy mondjam, prekoncepciómat, egyébként ezt vállalom, hogy Gatyán Györgyel az elmúlt években interjúzni körülbelül olyan volt, mint Ormán Viktorral. Tehát mondjuk azt, hogy lehetetlen. mégis ugye rájött december 17-én, hogy a megoldás mozgalom a megoldás. És kiállt a párt nyilvánosság előtt, és azóta előadásokat tart, azóta el lehet érni, így be lehet hívni a stúdióba. Mi okozta személyesen benne ezt a váltást? Hát ugye én nem Gattyán György vagyok. Hanem De biztos muszáj, beszélgetett <laughs> már erről, hogy, hogy mert ő gondolom megkereste önt, hogy mit szólna ehhez, hát ön az alelnök, ugye, hogyha ez benne. Persze, persze. Tehát, hogy mi volt az az érve, hogy most akkor más a helyzet, mint korábban. Hát, ugye mi barátok is vagyunk, nem csak üzlettársak vagyunk, tehát a, mi, mi hiszünk, először is a versenyszférából jövünk. Tehát Magyarországon a verseny elkezdett a kegyekért folyni, mi pedig abban hiszünk, hogy a verseny jobb teljesítményre ösztönöz. Tehát ez az egyik gondolatunk. A másik pedig az, hogy ha végig gondoljuk, hogy kik azok, akik ma Magyarországon valóban függetlenek, akik nem kiszolgáltatottak a rendszertől, azok mi vagyunk. És ki ha nem mi, és mikor, ha nem most kezdjük el azt, hogy egy picit a gondolkodásba és a szemléletváltásba elindítsunk egy hullámot. Mi nem tornyokat építünk, ez nem Gattyán György pártja. Mert van már elég torony ebbe az országban. Mi térben gondolkodunk, és ez a tér az a mozgalom, amit mi igazából három hónap alatt már látunk, hogy mennyire működik. Mennyire. És gyönyörű és mennyire. Csodálatos. Ha azt nézik, hogy hány helyen tudnak elindulni, akkor tulajdonképpen majdnem minden választókörzetben el tudnak indulni. Ez is egy válasz rá. hát nekünk nem 10 év kellett hozzá, kellett hozzá, igazából 15 nap, mert amikor ki kellett a 106 embert választani, akkor még annyi időnk se volt rá. Ez egy nagyon, nagyon tetszetős mintája annak, hogy aki a versenyszférából jön, és célkitűzéseket, mérföldköveket rak le maga elé, az hogyan tud teljesíteni. Hihetetlen és lehetetlen volt, amit mi végigcsináltunk. De Azt... olyan csapatmunka, amit mi megcsináltunk, az ebben az országban kevés van, sajnos. A következő adásban vendégem lesz az a kutyapárti jelölt, amely ugyanabban a választók kerül, ebben az ötösben indul, ahol egyébként nyomozás indult az aj ajánlások miatt. Ugye ö, ott az ottani jelöltjükkel kapcsolatban az volt a probléma, hogy ö, mondjuk egy 862 szavazatból 511-et találtak első körben érvényesnek, vagy szabályosnak, ha itt tetszik, és utána előjöttek olyanok, akik ezt a megállapítást kifogásolták, és azt mondták, hogy dehogy vannak olyanok, akik mind a két a Fidesz listáján is rajta vannak az önökén is, és akkor hat embert még lehúztak, és maradt 505 érvényes ajánlás, amivel végül is a jelölt állva -ál tudott maradni, ugye? A nevét keresem milyen Gergely, mert azért nem vagyok teljesen káptalan, de mindjárt meg fogom találni. Az a lényeg, hogy az ötös számú választókerületben is lesz jelöltjük, és pont 505, öttel több, mint amennyi kell, Major Gergely. Így van. Szóval az a kérdés, hogy az nem zavarja önöket, hogy például ugyanazok a nevek írták alá, vagy név szerepel a Fidesz listájén, mint az önökén, és azok a hírek is kaptak, hogy a Fidesz aktivistái segítenek az önök mozgalmuknak gyűjteni ajánlásokat? Örülök a kérdésnek. Tehát mi azon dolgozunk, hogy transzparens és átlátható legyen, hogy mindenféle provokációt, meg minden egyebet ki majd vizsgálni. Azt gondolom, hogy a kúria döntése, ami ebben az ügyben is megtörtént, ami jogerős döntés, az, az elég egyértelmű. Tehát itt volt fellebezés, a felebezés elutasítása, a kúria. Tehát nem az van, hogy, hogy mi most vagdalózni fogunk. Én, én tudnék olyat mondani, ami így meglepne most embereket, csak azzal minősítenék, és talán rossz helyzetbe hoznék másokat. Én nagyon hiszek abba, hogyha mondjuk közterületen vannak térfigyelő kamerák, akkor majd bizonyára látjuk, hogy hogyan meg miként történtek ezek az aláírások. De a kúria döntésével nem akarok se vitatkozni. Szerintem az összes ilyen vizsgálat az, ami a transzparenciát és a provokációknak a megelőzését segíti. Hogy hogyan kell változtatni ezen a rendszeren, arról szintén megvan az informatikai véleményem. Mert nyilvánvaló, hogy ez a rendszer, így ahogy most van, ez sajnos teret ad arra, hogy ilyen jogviták, viták és vádaskodások legyenek. Mi nem vádaskodunk. Mi a jelöltünket és a jelölteket támogató embereket képviseljük. Visszatérünk majd a beszélgetés végén az informatikai rendszerre, ami a választásokat lebonyolítja. De hadd kérdezek tovább, hogy milyen eredményre számítanak, mivel lennének elégedettek, vagy hol szerepelhet kifejezetten jól a megoldás mozgalom. Furcsán hangzik, mi már most jól szerepelünk. Um, nagyon sok olyan pontunk van, programpontunk, amit már elkezdtek megvalósítani. Um, ezzel Magyarország már nyert. Azzal, hogy mi elindultunk, már nyert ez az ország. Az informatikai infrastruktúrában, hogy a laptopokat elkezdik kiszállítani a diákoknak, hogy az egészségügyi digitális társadalmi egyeztetést bedobták, hogy az ellenzéktől kezdve, vagy az összefogástól kezdve a kormányig elkezdett ezzel a témával tényleg hatékonyabban foglalkozni. Igen, a lap, laptop kötik a párthoz egyébként, tehát a gyerekek tudják, hogy ez a megoldás mozgalomnak volt egy fajta felvetése, és <kül> nem tudom, de nekünk nem ez a cél. pontja. Hát nem, nekünk az a fontos, hogy laptopja legyen a gyereknek. Uh -huh. Tehát ez nem a, 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 mi mozgalmunk nem arról szól, hogy mi választást akarunk nyerni. Nézze! Bár az sőt... mondjuk egy pártnak, ha elindul a választáson, gondolom, mint többen a kevesebb, nem jön rosszul, hogyha megnyeri. E a politikusoknak igen, mert nekik a talán a hatalom meg más egyéb céljaik vannak. Nekünk nincs, nincs hatalmi vagy pénzügyi kívánalmuk, de az egészséges hazaszeretet, a közjóért való tetvágy, az sajnos olyan embereknél kell, vagy nem kell, de hát nálunk megvan. Hát a mi felelősségünk az az, hogy mi megtehetjük, hogy én most itt bejövök, és elmondom azt, hogy nézzék, nekem nem politikai szavazat kell, de hogy az a 14 éves gyerek, ha megkapja a laptopot és mellé olyan kompetens uh, tanítást, akkor ő 22 évesen tud egy startupot elindítani, mert Magyarországnak miből lesz több pénze? Hát erre adunk mi választ. Hát erre nem tud senki más válaszolni, de mi igen, hát sikeres cégeket építünk, mi tudunk pénzt termelni. Sokan kifogásolják azt a rendszert, amelyet egy hete jelentettek be, ugye ez az e rendszer, amely hasonlóan működik, mint az MLM vállalkozások, vagyis az ilyen hálózatépítő cégeknek a, a, kiterjedése vagy fejlődése, hogy tulajdonképpen, ha hozzol embert, akkor premizálunk, tehát fizetünk neked azért egy bizonyos összeget, hát ha most nem is tényleg, hanem valami fajta képletesen rendelkezésedre tartunk egy bizonyos keretet, ugye ezer e forintot lehet kapni azért, hogyha egy új tagot behoz a rendszerbe valaki, és aki korábban ben volt, az is kap ilyet. Ilyen úgynevezett e forintot. Ez azt jelenti, hogy ennek segítségével egy reális hálózatot lehet építeni nagyon rövid idő alatt, tehát erre vonatkozóan tud adatot mondani, hogy ez hogy működik? Hát nézze, mindenki nyissa meg a a telefonját, nézze meg, hogy a legnépszerűbb applikációk ma Magyarországon, én úgy tudom, hogy az Instagramot most előzte meg a Memo applikációnk, az, hogy egy mozgalom közösséget épít. A, el... a Memo applikáció az a párt nevéből van, hogy Memo. Így van, megoldás, mozgalom. Így van, csak mondom azoknak, akik ezt most még nem ismerik. Ugye az Instagram, YouTube, Gmail, hármas körül vagyunk, uh -huh. egy hét kellett hozzá, nem beképzeltek vagyunk, hanem hát a mozgalomnak közösséget kell építeni. Az, hogy egyébként az EFT rendszer, ami egyébként mondjuk a sajtóban magyar bitcoin terjedt el, nézzék, én nekem a blokklánc az egyik szakértői területem, higgyék el, bízzanak bennünk, mi értünk ehhez? Az, hogy miként, hogyan lehet megcsinálni egy kriptovalutát, mi ezt meg tudjuk csinálni. Van is olyan cégcsoportunk, aki egyébként ezt azonnal tudja alkalmazni. Mi egy lehetőséget kínálunk, hogy aki bízik bennünk, belép, az kvázi a bányász időszakba közösségépítő tevékenységével kap EFT-t. Hozzáteszem, hogyha a bitcoin magyar lett volna, akkor ön szerint mennyi lenne az államadóságunk? Kevesebb sokkal? Nem lenne. 100 milliárd dollár többletünk lenne. Uh -huh. De ez mitől van? Ez attól van, hogy vannak emberek, akik hisznek abban, hogy alternatív fizetőeszköz működőképes, és nem Magyarország, De bocsánat, hanem a világ a piacon. Egy magyar magánszemély által kitalált kriptovaluta, az miért csökkenteni az államadóságot? Egy magyar magánszemély által kitalált nem. De nem tudom tudja, a pártok azok ö, tudnak vállalkozni. A kormány is tud vállalkozni. Hát A magyar nemzeti Akkor Bank úgy... az egyébként Miért ne tudna? Akkor, ez úgy helyes, akkor az úgy helyes, hogy ha az állam, a magyar állam kitalálta volna a bitcoint, akkor az államadóság szintje hol lenne, ugye? Ez, a, ez, ez az értelmes kérdésfelvetés. Így van, és mi ezt képviseljük, hogy ha Magyarország egy cég lenne, akkor ugye kire bíznánk? Olyanokra. Sokan mondják, hogy Magyarország egy cég. Akkor a kérdésem, hogy mennyire hatékonyan üzemeltetik? Én úgy tudom, de javítson ki, minden évben az a cél, hogy mennyi lesz a mínusz. Mennyi, hány százalékos lesz a deficit? Hát mi arról szeretnénk beszélni, hogy hány százalékos lesz a többlet. Uh -huh. Tudja, én olyan cégeket szeretek, ahol profitorientáltságba uh, egyébként tudunk termelni is. Nem arról beszélgetünk évelején, hogy na, fiúk, akkor mennyi lesz idén a veszteség. Uh -huh. Van már felmérés arra, hogy milyen tagságra uh, számíthat a megoldás, mozgalom? Mire gondol, hogy hány számban. párt tagunk lesz? Igen, számban. Uh, mi nem így működünk. Nálunk senki sem pártag. Nem kell belépni a jelöltjeinknek. Hát a jelölteknek nem, de mondjuk aki belép az EFT rendszerbe, az se pártag. Ez egy uh -huh. közösség tagja. Aha. És hogy tudják megkülönböztetni azt, aki a megoldás mozgalom tagja, az, az, az már automatikusan tagjává válik, aki az EFT rendszerben van? Hát, aki a Memo közösségi applikációba belép, az kap egy meghívót már egy bent lévő tagtól. Tehát ez a megkülönböztetés. A, a, ez egy zárt közösség, ide be kell tudni jutni, lehet szorgalommal meghívót szerezni. Én értem, hogy a, hogy a, digitalizáció az más, hogy mondjam, szóhasználatokat igényel, de egy társadalmi szervezetnek, mint egy pártnak, ugye az, hogyha valaki tagja, annak tudnia kell annak, hogy tagnak, hogy ő tag, nem? Igen, de mivel a memo applikáció az nem egy pártagságról szól, az Aha. a közösségről szól. Ez olyan, mint a Facebook Akkor vagy külön, az a VIV. Külön tartják nyilván azt, aki a memónak tagja, Persze. és külön azt, aki a pártnak tagja. Persze, nálunk lehet. De hogy nem ne... lehet pártoló tagnak is jelentkezni, Igen. lehet természetesen tagnak is majd jelentkezni. Jelenleg ez nem egy nyitott dolog. Értem. És a memo közösségibe vagy bárki, aki kap meghívót, beléphet. A pártoló tagok, azok EFT-ben fogják a tagságit rendezni felénk. Hát egy kicsit a készpénzmentes Magyarországnak egy előszele is, amit csinálunk. Van ilyen. Beszéljünk arról, hogy nem olyan régen ugye a Nemzeti Választási Irodánál járt, és arról tájékozódott a párt képviseletében szakértőjeként, mert ugye ez az ön szakterülete informatika, ugye, és a, hogy mondjam, a digitális szavazat ellenőrzésben azért van egy technika, amit nem csak erre használnak, hanem nyilván másra is, ami nekünk nagy szakértője. Mit tapasztalt a választási informatika ott helybeni ellenőrzése során, és mit tudott meg, amikor a kérdéseit feltette? Minden pár delegálhat egy informatikai szakértőt, és a megoldás mozgalom engem delegált, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a külföldről érkező levél szavazatoknak a úgynevezett gépi látás alapú ellenőrzését milyen rendszer végzi. Ugye titoktartási köt, és ez megköti most a kezemet, hogy tisztán válaszoljak, de mondjuk azt, hogy feltettem sok szakmai kérdést, és mivel a doktori kutatásomat a gépi látásból, a blokkláncból, meg ilyen technológiákból írom, ezért talán jobban is értek -e ez a témához. És a kérdéseimre a válaszok azok sajnos nem kielégítőek, nem, nem körültekintőek, de mivel nem akarok belemenni olyanba, amit nem mondhatok, én azt kimerem jelenteni, hogy én ehhez szakmilag nem adhatom a nevemet, hogy ez így rendben van. Sokan azt mondják, hogy ha valaki megjelenik egy dobozzal, hogy ő hozott levele, levélszavazatokat a határon túlról, akkor bele tudja önteni a közös zsákba ezeket a leveleket, anélkül, hogy bárki ránézne, hogy az, ami a tartalma, az köthető-e, összeköthető-e azzal, aki a szavazatot leadta. Ezek megjelentek a sajtóban, azért kérdezem, tehát ez nem sérti a titkot. Ezeket informatikailag ellenőrzi a rendszer? A, ugye a gépi látás az úgy működik, hogy vagy e, valamilyen digitális adatot, vagy egy kamera képét, vagy mondjuk egy szkennernek a beszkennelt képét egy ellenőző rendszer egy adathalmaz alapján, egy úgynevezett tanító adathalmaz alapján eldönti, hogy ez rendben van-e vagy sem. Egy példát mondok, mondjuk ha ö, van egy választási kérdés, hogy ö, igen vagy nem, beixeli ugye az ember. ebbe van egy minta, egy X-darabos minta, ami alapján a gép megtanulja, hogy mi az, ami még elfogadható, hogy így volt az X kilógott, nem lógott ki, mi az, ami nem elfogadható. Ez az adathalmaz, ez a mesterséges intelligenciával összességében hoz egy döntést, ami alapján eldől, hogy akkor az adott válasz, és itt több százezer. Szavazatról beszélünk. Ez igen volt, nem volt, vagy érvénytelen volt. Ugye ez a gépi része a dolognak. Itt mindig az a kérdés, és talán négy évvel ezelőtt is ez volt a kérdés, hogy ha bármi anomália, ugye ez a threat model, tehát a kockázatelemzés, ez hogyan van körbejárva, hogy ebbe a rendszerbe ne lehessen belenyúlni. Én most mondhatnám, de szakmai lenne, hogy például szintetikus adatoktól kezdve, vagy mi van, ha nyomtatási hiba volt a lapon. Tehát millió példát tudok mondani, ami nem sért semmilyen titkot, hanem általánosságban milyen problémák merülhetnek föl. Tehát ha az a kérdés, hogy Huszár Viktor, a gépilátás doktorandusa, Megnyugodott-e, amikor feltette a kérdéseket és kapott válaszokat? A válaszom nem. Volt egy leállás az utol, utolsó választáson, amit mindenki másképpen magyaráz. Azt mondják a kormánypárti magyarázatok, hogy még álltak sorba a szavazókörökben, az informatikai rendszer beindításával, az adatok szolgáltatásával, megvárták, míg lezárulnak a szavazókörök. A másik narratíva arról szól, hogy túlzottan vezetett napközben az ellenzék a szavazatok összesítésével, mert hogy ugye párhuzamos számolás van, amikor még nem jönnek ki a hivatalos információk, a szavazóköri delegáltak is számolnak, hogy mit, mit tapasztaltak, kire adták a voksukat, nem tudom, akik megjelentek a fülkében. Ez a, ez a narratíva azt mondja, hogy leállították szándékosan a rendszert, kicserélték az eredményeket, és amikor visszakapcsolták, akkor egy korábbi választás adatait látták a nézők. Melyik, melyik verziónak lehet hinni, hogyha ez ön ért, akkor nyilván mindenkit ez érdekel? Anélkül, hogy ismerném a hálózati topológiát, meg az, hogy milyen kockázatremzéseket, milyen relációs adatbázisokat használtak volna, nem tudok véleményt nyilvánítani, de az biztos, hogy egy jól összerakott rendszernél, hogyha... Tudjuk, ismerjük, hogy maga az adatbevitel, tehát az adatbázisokban miként, hogyan kerülnek be az adatok, milyen uh, rendszerek vannak, nem akarok szakmai lenni, de de a, az ilyen anomáliák azok uh, biztos, hogy gyanúra adnak okot. És kiszűrhetők? Egy jó rendszernél igen. Hát Észtországban elvóting van, tehát vannak már működő rendszerek. Vagyis elektronikus szavazórendszer szavazó rendszer, van. Igen, igen, így van. Igen. Ez pénzkérdés, hogy ezt kiszűrjék? Hát részben, mert ez nem annyira horribilis összeg, nyilván ez nem egy olcsó rendszer. Ahhoz képest, amit már ráköltöttek a magyar rendszerre, ahhoz képest... Én nem tudom, mennyit költöttek a magyar rendszerre, de azt gondolom, hogy itt kell egy olyan kompetens szakmai vezetés, ami egyébként, vagy aki képes ezt úgy összerakni, hogy meg legyen a transzparencia, minden informatikai végzettségű ember meg tudja nézni. Én most sem értem, hogy miért kell titoktartási, miért nem lehet a forráskódot publikálni, miért, miért, nem lehet én a kérdéseimet és a válaszokat pub publikálni. Lássa mindenki, hogy milyen válaszokat kaptam. 20. Viktor a megoldás mozgalom digitális alelnöke volt velünk, és ez volt a kibeszélő, jelentkezünk egy adással a következő héten is. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Én köszönöm.